Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Bokros Lajos professzor úr, szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszönöm a meghívást! Üdvözlöm a kedves nézőket, ez a Pirkadat, a heti tévé reggeli politikai magazin műsora. Én Brajer Péter vagyok, ha valaki elfelejtette volna, és akkor nézzünk, hol tartunk a naptárban. A zsinagógai naptár szerint 5779-et írunk, Tévét hó 13. napja van, míg a Gergely naptár szerint 2018. december 21-e van, és ha minden igaz, péntek, hamarosan megszületik a zsidó kisded. A szombati gyertyagyújtás időpontja, mert ugye ma péntek van, mint említettem, 3 óra 37 perc a szombat kimenetele, amikor is különbséget teszünk kódeshol, azaz hétköznapok és ünnepnapok között, 4 óra 49 perc. Ezt világszerte a zsinagógákban felolvassák Parashat HaShavuot, azaz a Vájhi heti szakaszt. Szeretettel köszöntünk minden Tamás utó nevű nézőnket, és mindenkit, akinek ma van a születésnapja vagy a házassági évfordulója. Nézzük, hogy támogatja az emberiséget a bank, illetve az euró, 3.21.55, míg a Brexit álló angol nemzeti font, a angol nemzeti valuta, az viszont 3.55.46. És hogy az időjárás milyen, aki lemaradt volna a híradóba, plusz 2 és mínusz 5 fok között várható. Öltözenek rétegesen, figyeljenek oda folyadékháztartásukra. Most hideg van, vagy meleg, nyissák ki az ablakot, hogy friss levegő betorduljon. Helyezzék magukat kényelembe, aki már megteheti, hogy ma nem megy dolgozni. Nincs itt még a 400 órás túlóra, úgyhogy tessék elereszteni magukat fotelba, és már is hallgassák beszélgetősünket Bokros Lajossal, a CEU professzorával. Évet értékelünk, megbeszéljük, hogy miről írnak a lapok. Itt lesz velünk legalább egy fél óráig, ameddig bírja szusszal. Ezzel kezdjük a mai Pirkadatot. Újból szép jó reggelt, köszönöm, hogy ilyen korán reggel fölkelt és bejött hozzánk. Legnagyobb örömmel. Gondolom a mai lapokat még nem olvasta, habár igazából tulajdonképpen az élet és irodalommal kellene, hogy kezdjem. Hatalmas, az évvégi dupla számba hatalmas cikkel elparántálta, és mindenkinek megmondta, hogy mit gondol. Szinte a Magyarországon résztvevők minden oldala kapott öntől. Mi készteti arra, hogy egy átfogó elemzést írjon? Az, hogy a magyarországi jelenségeket, az elmúlt 10 év történelmét nagyon nehezen tudja a társadalom értékelni és feldolgozni. Nagyon megoszlanak a vélemények a tekintetben, hogy ezt a jelenleg regnáló önkényuralmat milyen fogalmakkal, milyen jelzőkkel írhatjuk le, illetve illethetjük. Én is teszek erre egy kísérletet, amikor azt mondom, hogy a kollektivista társadalmakat vagy osztályszocialista, vagy nemzetszocialista jelzővel kell illetni, ami annyit jelent, hogy valamilyen közösséget helyez előtérbe az individuummal, az egyénnel és annak méltóságával szembe. A közösségnek nagyon fontos szerepe van a történelemben, és nagyon pozitív, de ez nem juthat oda, hogy elnyomja az egyént, az individuumot, annak méltóságát, amiből egyébként fakad a szabadság eszme, a liberalizmus is. Következésképpen minden olyan rendszer, amelyik magát büszkén illiberálisnak vallja, az ember ellenes. Igen, de akkor próbálja megmagyarázni nekem, mert én tudatlan vagyok, hogy Magyarország életében mikor volt az, amikor valamilyen formában nem voltak elnyomva? Már kik nem voltak elnyomva? Az Isten adta nép. Nem hiszem, hogy ez az elnyomás lenne az a legfontosabb kategória, amikor mivel a magyar történelmet, az individuumnak a kibontakozását kellene elősegíteni. Magyarországon nem volt olyan rendszer szinte soha a történelemben, talán a monarchia 45 évét leszámítva, amikor ennek a lehetősége kibontakozott volna. Nagyon lényeges, hogy az individualista felfogás az ugye akkor kap igazán nagy lehetőséget,
hogyha elválik a közélet és a magánélet, a gazdasági tevékenységtől a tudományos tevékenységig az ember önmegvalósítása, önkifejezése lehetővé válik az úgynevezett magánszférában. Az állam visszavonul a magánéletről, nem akar minden szféráját az életünknek meghatározni, hagy levegőt, szabadságot, teret, működési lehetőséget az egyén kibontakozásának. Ez megvalósulhatott volna, ha nincs az első világháború, és nincsen az a történelmi tragédia, ami ugye az első világháború elvesztésével vette a kezdetét, és innentől kezdve a Horthy rendszer egészen a mai rendszerig lényegében ezt az elnyomást gyakorolja különböző intenzitással a magyar társadalom felett. És ha már az első világháború vége utáni időkről beszél, akkor nem véletlenül éppen most érkezett haza Romániából, vagy mások nem szeretik azt mondjuk Romániát, Erdélyből, Kolozsvárról, ahol éppen tanított. Hol tanított és mire tanította a nebulókat? 15 éve tanítok a Babes-Bolyai Egyetemen, amelyik Románia egyik legjobb állami egyeteme. Ez egy óriási egyetem, 40 ezer diákja van és 18 kara. Kolozsvár gyönyörű, multikulturális város. Ez már egy citok szó, hogy multikulti, nem? Igen, de én ezt tudatosan mondom, mert a Babes-Bolyai Egyetem hivatalosan és büszkén hirdeti a maga honlapjain, hogy ez egy multikulturális egyetem, egy multikulturális környezetben, ugyanis a Babes-Bolyai Egyetemnek 4 hivatalos nyelve van, és 4 hivatalos nyelvén folyik a tanítás, román, magyar, német és angol. Tehát ez nagyon lényeges, hogy ezen az egyetemen... Tehát minden diák ennek a 4 nyelvnek a birtokában van. Nem minden diák van a birtokában, de hogy 2-nek legalább mindenki birtokában van, de inkább 3-nak, és nagyon sok olyan diák van, amelyik mind a 4-nek birtokában van, az biztos, és ez azért nagyon fontos, mert ez elősegíti egymás megértését, az egymás iránti tisztelet és a türelem kifejlődését, és ennek alapján olyan kultúráknak a megismerését, ami aztán a saját kultúránkat is gazdagítja. De hát mi állandóan azt olvassuk a médiákban, meg mindenhol azt halljuk, hogy Románia abszolút nem tartja be a magára vállalt kötelezettséget. Tehát akkor ezek szerint vannak pontok, ahol betartják. A román államnak vannak olyan intézkedései, amelyek kifogásolhatók, kétségkívül így van, de ez a Babes-Bolyai Egyetemre nem vonatkozik. A Babes-Bolyai Egyetemen nem az a probléma, hogy nem lehet magyarul tanítani, hanem hogy nincs elég magyar diák. Már Erdélybe se, és meg fog lepődni műsorvezető úr, magyarországi diákokat oktatnak egyre nagyobb számban a Babes-Bolyai Egyetem magyar vonalán, ott így hívják, hogy magyar vonal, ami lényegében azt jelenti, hogy román állami adófizetői összegekből magyarországi diákok tanulását kérek, hogy ha jól tudom, teszik. Akkor Románia az Európai Unió tagja, és az Európai Unió tagállamaiban minden polgár a másik egyetemen díjmentesen tanulhat. Díjmentesen nem, azt nem mondta senki. Hát, ez az egyetlen szó, amit kifogásolnék abból a mondatból, amit eltetszett mondani. Arról van szó, hogy mindenki ugyanazokkal a feltételekkel tanulhat, mint ahogy az otthoni diákok. Így van pontosan. Így lesz korrekt. De ez nagyon fontos, mert hogyha meggondolja, hogy Angliában egészen mostanáig, a Brexit küszöbéig hogyan tanulhattak magyar diákok, Angliában nagyon magas tandíjak vannak. 6000 font, 9000 font, attól függ, hogy hol. Ez Anglia, nem Skócia, mert Skóciában ingyen van a felsőoktatás. Romániában sincs ingyen mindenkinek, hanem vannak úgynevezett ott is költségtérítéses hallgatók, akiknek nem túl magas ösztöndíjat, de valamennyi hozzájárulást mindenképpen fizetni kell. Maradjunk még egy pár pillanatig ennél az egyetemnél. Az egyetemi nemzetközi besorolásnál hol tartanak ők? Nem tartanak túl jó helyen ők se, de Romániában az első 4 legjobb egyetem közé sorolhatók. A Temesvári Műszaki Egyetemmel, a Bukaresti Egyetemmel és a Jászi, vagy Jászvásári, ha magyarul mondjuk. Ön magyarul oktat, vagy románul, vagy angolul, vagy németül? Magyarul oktatok, az az egyetlen egyetem, ahol magyarul szoktam oktatni.
azok a diákok hallgatják, illetve tanulnak öntől magyarul ebben, ezen az egyetemen, akik nem tehetik meg, hogy a CEU-ra beiratkozzanak, vagy a CEU nem látják biztosítva, hogy lesz befejezés is? Nem, itten egész másról van szó. A Babesbolyai Egyetem ugyanis alapképzést is nyújt. A diákok túlnyomó többsége alapképzésre jár. Tehát BA-re. Így van. A CEU-n alapképzés nincsen. Mesterszak van és doktori képzés. És a Babesbolyai Egyetemről nagyon sok diákom a Babesbolyai elvégzése után a CEU-ra iratkozik be. Tehát akkor tulajdonképpen ez egy előtermelő, előképző intézet, hogy hozzászokjanak a MOMA elnökének világnézetéhez és oktatási módszereihez. Egy pillanatra arra gondoltam, hogy az értékelésbe belevesszük a lapokat is, de... Parancsoljon. Akkor menjünk így sorba, aztán ahogy majd gondoljon. A választásokra, mert az is nagyon érdekli nézőinket, hogy mi történik ma az utcán, és hogy vesz részt ebbe a MOMA, illetve hogy a választásokra, hogy készül. Magyar Hírlap, ami, hogyha jól emlékszem, akkor polgári közéleti napi lap. Ez nem jelent semmit ma már, ami oda van írva a lapokra. Én azért mindig megadom nekik a tisztelt, hogy amit ide írtak, arra emlékeztessem a nézőket. Helyes. Aztán a nézőknek a belügye, hogy mit, hogyan gondolnak és értekelnek. Tehát a címlapon botrányos a banán ellenzék, nyilatkozza Dömötör Csaba, a miniszterelnöki kabinet iroda, a parlamenti államtitkára a lapnak. Mi erről az önvéleménye? Már magáról a címről, meg feltételezhető tartalomról. Nem gondolom azt, hogy egy nem polgári, hanem az önkényuralom szolgálatában álló napilapnak érdemes. Ez mind az önvéleménye, és nem biztos, hogy szerkesztőségünk ki, hogy ne lehessen minket beperelni. Így van, ne legyen semmi probléma, de az én véleményem az, hogy a asztalon heverő két nagyon fontos napilap, a Magyar Hírlap és a Magyar Idők, az mind a kettő az önkényuralom fizetett szócsöve. Magyarországon régóta nincsen sajtószabadság, ezt már ennek a műsornak a keretében rengetegszer megbeszéltük. Úgyhogy sajtószabadság hiány, nem lehet csodálkozni azon, hogy ezek a lapok nyilván a kormányhoz közel álló témákat, közel álló stílusban és a kormánynak megfelelő hangnemben tálalnak. Aki valóban tájékozódni arról, akar arról, hogy mi történik ma Magyarországon, az manapság nem ezeket a lapokat olvassa, hanem felmegy az internetre, és ott választ maguknak, magának, azok közül, az internetes portálok közül, amelyek még, hogy úgy mondjam, módjuk van, amelyeknek módjuk van több oldalról sokkal látványosabban és sokkal sokrétűbben elemezni a történéseket. Az emberek itt élnek, és az újságárosoknál ezt lehet megvenni, ezért aztán mi is lapszemlézzük. Van itt nagyon még egy érdekes cím. A betörők oldalára lát az ENSZ és Brüsszel. Ez mire akar gondolni? Nem támogatjuk. Itt arról van szó, Menczer Tamás külügyi államtitkár nyilatkozott a migrációs csomag elutasításáról, amit az ENSZ-ben most tárgyaltak, amit Amerika, Izrael, V4-ek vezetésével nem fogadtak el, több mint 80 ország elfogadott. Nem hiszem, hogy bárki olvasta volna ezt a dokumentumot. Én elolvastam egy rövidített változatát, abban nem találtam olyan dolgokat, amivel akár csak ezekkel a szavakkal, hogy betörők, ilyen formában lehetne illetni a menekülteket, illetve a vándorlókat. Senki soha nem vitatta, hogy minden országnak legális, törvényes, jogszerű bevándorlási szabályainak kell lennie, és annak alapján kell befogadni a nem menekülteket. Magyarországnak ilyen szabályai alig vannak, és éppen ez a probléma, hogy a kormány tudatosan és néha gonosz szándékkal összekeveri a menekülteket és a bevándorlókat, vagy a migránsokat. Miközben egyébként a szépség tapaszt az egészen az, hogy Magyarországra nem akar jönni senki, mert ez egy rossz hangulatú, rossz ízű ország, és egyáltalán nem ide akarnak jönni a migránsok, hanem Franciaországba, Németországba.
és Magyarországnak az lenne a feladata pontosan, hogy ezekkel az országokkal közösen alakítsa ki azokat a bevándorlási szabályokat, amelyek a törvényes, szabályos bevándorlást, mondom, a menekültek kötelező befogadásán túl lehetővé teszik. Utolsó hír a Magyar Hírlapból. Elkészült a Fidesz-KDNP EP listája. Turcsányi László igazsági miniszter vezeti majd a listát. Örülök neki. Az önök EP listája elkészült már? Még nem készült el. És akkor ugorjunk egy nagyot, és azt mondja, hogy alapították 1873-ban Szociáldemokrata Napilap, Népszava. Megnézzük, van benne jó sok kormányhirdetés. Nem igazán ellenzéki újság, tehát ez se. Azt mondja. Karácsonyi ajándék a népnek, a lap nagyon érdekes módon a heckedvér vagy a címkedvér utónevén szólítja az elnök urat, János aláírta, feltételezhető, hogy itt Áder Jánosra igen gondoltak. Visszatérnék Romániához. Nem csak a egyetemen tanítok Kolozsváron, hanem részt szoktam venni az ottani politikai vitákban, de ha nem veszek részt, akkor nézem a televíziót. Sokkal nagyobb a sajtószabadság Romániában, mint itt. Vannak nagyon érdekes műsorok, aminek az egyik magyarázata az, hogy Romániában senkinek nincs kétharmada, és nem lehet megfojtani a sajtót. Romániában van egy sokkal erőteljesebb, nem jogi alapon, hanem személyiségében erőteljesebb elnök, Klaus Johannis, aki egyébként német származású, ő soha nem írta volna alá ezt a törvényt. Nagyon érdekes, hogy Klaus Johannis minden nap nyilatkozik, egyesek szerint túlságosan is sokszor beleavatkozik a kormány munkájába, tehát, ha úgy tetszik, túlterjeszkedik a hatáskörén. Egyet azonban nem lehet elvitatni, mindenről van véleménye, és az a leggyakrabban segíti a romániai fejlődést és kibontakozást. Úgyhogy Áder Jánosnak volna kitől tanulni. Ha már a román belpolitikánál tartunk, akkor meddig fogja húzni a román miniszterelnök asszony? Ezt nem lehet tudni, hogy meddig fogja húzni, hiszen az a kérdés, hogy az ellenzék tud-e olyan többséget szerezni a nemzetgyűlésben, amelyik bizalmatlansági indítványt tud sikeresen beterjeszteni a jelenlegi miniszterelnök ellen. Hát ezt most megpróbálták, és nem sikerült. Többek között az RMDSZ-en szavazta meg, tartózkodott a szavazástól. És hát Kelemen Hunor pontosan azt mondta, ami egyébként érdekes és fontos, hogy az ellenzéknek nincsen alternatív programja ahhoz képest, amit a jelenlegi szociáldemokrata, szabaddemokrata kormány... Magyarországon lennénk, igen. Igen, de nem egészen ugyanaz, mert a koalíciós kormány az egy baloldali kormány, szociáldemokrata, szabaddemokrata kormány, ha szabad így nevezni. Tehát Liviu Dragnea és Tericianu kormánya lényegében, és ők most egyébként azzal vannak elfoglalva, hogy költségvetést tákoljanak össze, és úgy tűnik, hogy ebben az évben Romániának nem lesz költségvetése, ami nagyon nagy baj különben, mert hogyha nincs egy országnak költségvetése, akkor nagyon szigorú és rövid lejáratú gazdálkodást lehet csak folytatni, hogy egy 1/12-be lép be minden az, ami az előző évben megvalósulhatott, következésképpen nincs igazán tervezhetősége annak, hogy hogyan fog a gazdaság fejlődni. Románia már a Varsói Paktum idején is irigylésre méltó volt, hisz önálló külpolitikája lehetett. Mennyire más utasok ők ma, mint Magyarország a külpolitikát illetően? Egyértelműen a NATO hívei, nem pávatáncolnak. Sokkal közelebb vannak az ukrán-orosz konfliktushoz. Ha ránézünk a térképre, akkor látjuk, hogy a Duna-Delta és Konstanca, a román tengerpart, szembenéz a Krím-félszigettel. Szintén lőtávolságra van innen a Krím-félsziget, illetve az a bizonyos azovi tenger, vagy azovi öböl a Kercs-félsziget mögött, ami most ugye a krónikákban előkelő helyet kapott, mert a orosz hadihajók elfogtak, három, nem hadihajót egyébként, hanem egy apró ukrán hadihajónak csúfolt kis naszádot. Ukrajnának nincsen haditengerészete, és ebben a játékban, ha úgy tetszik, mert ez egyelőre még szerencsére
nem igazán komoly háború. Románia egyértelműen az ukránok mellett van, és ez nagyon fontos. Magyarországnak is ott lenne a helye. Mennyire nagyobb médiafogyasztók a románok, mint mi magyarok? Ezt nem tudom megmondani, mert nem ismerem az ottani számokat. Azt látom, hogy bármelyik ilyen újságos boltba úgymond bemegy az ember, sokkal változatosabb újságokat lát, napi lapokat, heti lapokat. Többféle cím van, és messze nem olyan egysíkú és egynemű a sajtó Romániában, mint Magyarországon azon jelen pillanatban. Azon őket aggodalommal tölti el, ami Oroszország és Ukrajna között van. Mennyire részletesebben tárgyalják ezt meg az ottani elektronikus vagy nagyon részletesen. Lapok? Az elektronikusra, illetve a tévére tudnék első helyen hivatkozni. Szinte minden este vannak olyan vitaműsorok a legkülönbözőbb tévécsatornákon, ahol részletesen külpolitikai témákat megtárgyalnak Romániában. És ez nagyon fontos, mert Magyarországon ez már teljesen hiányzik. Magyarországon a sajtó is kezd beszűkülni, és átveszi szinte teljes egészébe azokat a szólamokat, amiket külpolitikának csúfolhatunk a magyar kormány áldásos tevékenysége nyomán, de aminek semmi jelentősége abból a szempontból, hogy Magyarország abszolút nem játszik semmi szerepet most már sem a NATO-ban, sem az Európai Unióban. Mindig csak botrányhős. És ha már külpolitikai mezőre mentünk, akkor egy pillanatra még maradjunk ott. Az amerikai elnök közel 48 órával ezelőtt megtwittelte, megcsípelte a világnak, igen, hogy élve és jó egészségben hazarendeli a Szíriában állomásozó közel 2500 katonáját. Ezzel tulajdonképpen Szíria újrafelosztása elindulhat orosz segédlettel. Tehát az amerikaiak még a vonalzót sem fogják fogni, amikor megrajzolják az új határokat. A részben egyetértek, részben nem. Azt gondolom, hogy nem fogják felosztani Szíriát, mert pontosan, ha az amerikaiak kivonulnak, ha az amerikaiak kivonulnak, akkor az ott maradó szövetségeseik, első sorban a kurdok, azok gyengéknek fognak bizonyulni mind a török állammal, mint pedig a Bashar al-Assad rezsimjével szemben, tehát nagyon inkább az a valószínű, hogy megszűnik az a autonómia vagy önállóság, amelyeket akkor azt is mondhatjuk, hogy cserben hagyták a szövetségeseiket szó szerint az amerikaiak. Ezt nem én mondom, nem ön mondja, hanem Lindsey Graham, a szenátus republikánus elnöke. Én akkor idézem az izraeli miniszterelnököt, akit Magyarországon is nagyon népszerű. Őt aggodalommal, aki most jelen pillanatban nem csak miniszterelnök, hanem 4 vagy 5 miniszteri tárcája is van, többek között ő a honvédelmi miniszter, igen, és aggodalommal nézi, hogy az amerikaiak kivonulását követően esély van arra, hogy Teherán oda beférkőzzön, illetve... Hát már be van férkőzve. Nem az a kérdés, hogy be van-e férkőzve, vagy nincsen beférkőzve, hanem hogy egyeduralom lesz-e. Mindenki tudja, hogy Bashar al-Assad szíriai elnöknek 2 fontos támogatója van, az egyik Teherán, a másik Moszkva. Ha az amerikaiak kivonulnak, a kurdokat lekaszálják, akkor egyeduralomra kerül ez a fajta Teherán-Moszkva koalíció. Viszont a törökök, kinek jó ez? Viszont a törökök is jobban fogják szeretni, mert megszabadultak a kurdoktól. Igen, de a törökök részéről, amellett, hogy ez embertelen politika, sokkal inkább rövidlátó is. Mert a kurdokkal ki kellene egyezni, Törökországban is, Irakban is, Szíriában is, sőt, Iránban is. Azért, mert a kurdok azok a kibontakozásnak az egyik legfontosabb támaszai lehetnének, és a békének és a különböző népek közötti megértésnek a kovászai lehetnének. Őket nem elnyomni kellene, hanem fölemelni arra a szintre, hogy lehetővé váljon az autonómiájuk mind a 4 országban, amiről szó van, olyan körülmények között, amikor ugye államuk nincsen, pedig ez egy 25 milliós nép. Nagyon lényeges, hogy ezt kellene a békefolyamat egyik legfontosabb pillérének tekinteni, és azt hiszem, hogy ez megfelel az Izrael állam érdekeinek is, valamint az Izraelben élő, mind zsidó, mind arab népek érdekeinek. A
az ott élő összes kisebbségnek. Én azt tudom mondani, hogy részemről én ajánlatot teszek nekik, twittelek egyet, hogy én tudok egy jó szakértőt, és alkalmazom az amerikai elnök önt. Nagyon lényeges, hogy... Mindezek a mondatok, amiket most elmondott, az amerikai elnök számára is világosak lennének. Nem lesznek világosak, mert hogyha saját pártja, saját szenátusi elnöke botrányosnak nevezi az ő tevékenységét, és ebből nem tanul, akkor valószínűleg valami másba is van vele. A Szociáldemokrata napilap, amit 1873-ban alapítottak, foglalkozik a címmondalon azzal is, hogy befutcsolta a nemrég beígért agrárnap ellen program. Ő nem csak gazdasági szakértő, hanem a pártjában nagyon sokan vannak, akik oda vannak a természetért, néha azt mondtam, hogy kicsit zöldek is. Én azt hittem, hogy ez egy jó megoldás lesz, hogy az alternatív energia is megfelüti a fejét kis hazánkban. Hát Magyarországon a kormány egyáltalán nem támogatja az alternatív energiaforrások elterjedését. Professzor úr, Orbán Viktor miniszterelnök Kínába, Sánkhájba aláírt egy hatalmas szerződést. Nap alternatív energia telepítésére, napelem telepítésére hazánk különböző pontján. Igen, de nem a beruházás a lényeg, hanem hogy megtérül-e az a beruházás. És ahhoz pedig nem külön adók kellenek, hanem olyan szabályozás, ami lehetővé teszi, hogy bárki, aki ilyen megújuló energiaforrásból termel, az jó pénzért ezt az elektromos áramot visszatáplálhassa a hálózatba. Magyarországon ennek a lehetőségei lényegében hiányoznak, a szabályozás egyáltalán nem ösztönöz arra, mi is próbáltunk egyébként, a személyes példámat is mondhatom, több ilyen napelem telepítő vállalattal, a jelenlegi feltételek alapján soha nem térül meg. Ehhez hozzátartozik az is, hogy akkor a nem alternatív... Akkor a németek miért ültették tele az egész országot? Mert akkor ő nekik még megérte, olyan volt a szabályozás. A közüzemi területeken az állami szabályozásnak kulcs szerepe van. A közüzemek ugyanis abban különböznek a cipőgyártól, meg a tévégyártól, hogy nem a versenyszektorba tartoznak, itt mindig van egy természetes monopólium elem, itt nem lehet korlátlan versenyt megengedni, viszont az se, hogy a korlátlan verseny helyett meglévő monopóliumok úgymond visszaélnek a maguk helyzetével, tehát túl magasra emeljék az árakat. Magyarországon viszont a kormány állami beavatkozással túl alacsonyra nyomta az árakat annak érdekében, hogy kiüldözhesse a külföldi vállalatokat az energiaszektorból, viszont így kevés beruházás van, marad számunkra a hagyományos füstölgő erőművek. Vagy az atomreaktorok. Hát arról nem is beszélve. Lassan, de biztosan megérkeztünk a hét eseményhez. A szakszervezetek, akik újra varják a gombot, Csipke Rózsika álmukból... Szeretnék, még egyelőre nem varják, csak elképzelhetően, szeretnék. Hogy Csipke Rózsika álmukból fölébrednek, ne tessenek haragudni rám, de én ezt így értem. És lehet, hogy általános sztrájkot hirdetnek, hiszen ebben? Nem tudom, nincsen varázsgömböm, nem látom a jövőt. Egy biztos, szerintem ezzel a 400 órás túlóra 3 éven belüli kifizetésének, a lehetőségének, az engedélyezésével túlőtt a célon az Orbán rendszer. Következésképpen a szakszervezetek úgymond most megmutathatják az erejüket. A szakszervezetek nagyon gyengék Magyarországon, hogyha most a gúnyos szavakat levesszük, akkor sajnálattal kell megállapítani, hogy Magyarországon nagyon kevés a szervezet dolgozó, és ezek is elsősorban az állami szférában vannak. Ez világjelenség részben, de a másik oldalon Magyarországon is igaz, hogy a munkavállalók kiszolgáltatottsága az egyre fokozódott az elmúlt 10 évben. Itt olyan kormányra lenne szükség, amelyik visszahozná többek között azt, amit én emlékszem 23 évvel ezelőtt, mint miniszter, folyamatosan működtettünk, ez az úgynevezett érdekegyeztető tanács. Emlékszik még erre, műsorvezető úr? Volt egy ilyen úgynevezett háromszög
szervezet, ez aminek minden, érdekel mindenhol a világon, tanács. Minden kormánynak van egy ilyen. Nem mindenhol, sok a munkaadók, nem szakszervezet, munkaadók, munkavállalók is az állam háromszögében tárgyalnak. Ez egyfajta második országos parlament, ami persze természetesen nem alkot törvényeket és nem írja felül azokat, amiket a valódi országgyűlés alkot, tehát vigyázni kell, hogy ne legyen kettős hatalom. De egy biztos, kulturált országban a munkadók és a munkavállalók az állam segítségével megegyeznek azokban a munkaügyi szabályokban, amiket aztán a parlament elfogad, mert nagyon fontos, hogy a munkavállalók úgy érezzék, hogy az ő tevékenységüket megbecsüli az ország, és lehetővé teszi az ő fejlődésüket, lehetővé teszi, hogy a munkájukért azonnal megkapják az ellenértéket, hogy őket képezni lehessen, előre juthassanak, különösen olyan körülmények között, amikor állítólag iszonyatos munkaerőhiány van, tehát elvileg a munkavállalóknak a nyomásgyakorló lehetőségei megszaporodtak és megsokszorozódtak. Kósa Lajos, a Fidesz parlamenti képviselő tudtam, és meg annyi is jön. Bizottság tagja itt járt nálunk, és ő azt mondta, hogy mielőtt ezt a törvényjavaslatot előterjesztette a parlamentből, egyeztetett a szakszervezetekkel. Hát a szakszervezetek azt mondják, hogy nem. És akkor kinek higgyünk? Biztos, hogy nem én fogok igazságot osztani ebben. De maguk a ellenzéki országgyűlési képviselők panaszkodtak amiatt, hogy ők nem kaptak kellő lehetőséget, hogy akár csak egy parlamenti vitában felszólaljanak és módosító indítványokat nyújthassanak be ez ellen a törvényjavaslat ellen, vagy ennek a jobbítása érdekében fogalmazunk. Hol áll ön, hogyha egyeztettek volna a szakszervezetekkel, ön szerint, mint szakember, ha szükség van a túlórára, meg kell adni a lehetőséget a munkáltatónak, hogy kérje a dolgozóit erre? Természetesen, abszolút. Nem ez a probléma, hanem az a probléma, hogy mikor fizetik ki. Hát szerintem nincs olyan dolgozó, aki a hónap végén a fizetéscédulát nem szeretné akkor látni. Akkor miért kell beleírni a törvénybe a 3 évet? Hát én nem találtam meg benne, én meg megtaláltam. Rosszul olvasok. Biztos? Én hiszek magának. Miért kell hergelni fölöslegesen akkor a munkavállalót, ha egyébként úgy is az a gyakorlat, hogy mindenkinek a túlóráját állítólag abban a hónapban kifizetik. Nem ez a gyakorlat, sajnos ez nem így van, de egyre inkább ez lehetne a gyakorlat a jelenlegi munkaerőhiányos körülmények között, legalábbis azoknál a munkavállalóknál, akiknek lehet a tudása, erre képessége. Így lehet ösztönözni a dolgozókat, hogy boldogan vállalják el a túlórát, hogy a hónap végén kifizetik nekik. Én ezt úgy éreztem, hát hogy... a szombati, a vasárnapi, az éjszakai túlórákat is, ez nem új jelenség, eddig is ki kellett, hogy fizessék. Mindig az a kérdés, hogy a kormány milyen irányban igyekszik a munkavállalók és a munkaadók közötti békét megteremteni. Időnk az már több, mint fél órája lejárt, de azért folytatom tovább. Szeretném hallani a véleményét az ellenzéki összefogásról, és ezt próbálja nekem megmagyarázni, tudja, hogy korán reggel még gyengébb elmélyű vagyok. Nem teljesen, nem szeretem ezt a mondatot. Nem teljesen értem, illetve nem tudom felfogni. A pártok ideológiai alapokon léteznek, legalábbis nem mindegyik. Jó. Ügyek mentén sokszor. De az emberek nem ügyek mentén mennek el választani. Tehát amikor én ott állok a kalpinál, nem. Én amikor ott állok a kalpinál, akkor hogy bedobjam a cédulkámat, hogy éljek a demokratikus jogaimmal, amit én kötelezővé tennék, tehát aki nem ment el szavazni, az ne pampogjon. Sőt, fizessen büntetést, mint Belgiumban. Én ennek a híve vagyok, mert az az igazi, de aztán bedobhat, amit akar. Úgy van. Pontosan. Tehát mondhatja azt, hogy én az... De nem lehet panaszkodni később, hogy... Semmi pampogás utána. Én nem ilyen lovat akartam. Így van. Tehát akkor, amikor eldöntöm, hogy kire szavazok, akkor elnézést kérek, bocsánatot kérek, én ideológiai alapon nézem ön, meg. Igen, de hogy, nem mindenki. Nagyon kevesen. Aki nem, azokat nagyon sajnálom. Nagyon kevesen. Illetve olvasnak, mindenkinek a saját... Akárcsak pártprogramokat, nemhogy ideológiai, világnézeti, értékrendbeli kérdésekkel nyüglődnének. Azokat az embereket nem kell lenézni egyébként, akik ilyeneket nem olvasnak, mert Magyarországon érthetően pont azért... el kell mondani nekik. Egyik feladat, pontosan, a jóbornak is kell úgymond cégér,
Tehát az egyik legfontosabb feladat egy pártelnöknek, hogy közérthető, egyszerű nyelvezettel elmagyarázza, hogy mik azok az értékek, amelyek megalapozzák azt a programot, amire egy szóban forgó párt adott esetben szerveződik. De nagyon fontos az is, hogy ezek a programok vezessenek el a mai problémák megoldásához. Tehát nem utopisztikus dolgokkal foglalkozzák. Így van, tehát legyen állásfoglalás a tekintetben, hogy milyen legyen a munkaügyi szabályozás, milyen legyen a nyugdíjrendszer, kell-e magánnyugdíj, vagy nem kell, be kell-e vezetni a 10.000 forintos egészségbiztosítási hozzájárulást annak érdekében, hogy verseny legyen az egészségügyben, hogy kell-e tandíj, hogy milyen legyen az ország külpolitikája, hogy atomerőműre szükségünk van, mekkora legyen a magyar hadsereg. Megértettem. Akkor most azt mondja meg, hogyha van egy ezek párt, az igazi kérdések. Ha van egy olyan párt, akinek az ideológiája, hogy várjuk kell, hogy megérkezzen a messiás. Van egy másik párt, aki azt mondja, hogy semmiféle, miről beszélünk, nincs Isten, nincs messiás, nincs semmi. Akkor ezek a különböző ideológiák most, mint ellenzéki pártok, hogy tudnak közös nevezőre, tehát mit jelent ez a hatalmas nagy egyetértés hirtelen? Van, akik azt mondják, hogy törékeny, de nem értem. Én nem a törékenységét szeretném hangsúlyozni, hanem azt szeretném, hogyha kevésbé törékeny lenne. Az a felelőssége minden magyar állampolgárnak, hogy ha az ellenzék legalább az alkotmányos jogállam és a demokrácia helyreállításában egyetért, akkor mindenkinek az a felelőssége, hogy azt segítse elő, hogy a demokraták képesek legyenek egymással együttműködni annak érdekében, hogy egy olyan valóságos, megvalósítható programot, értelmes alternatívát tudjanak a választók elé kínálni, amely sokkal jobb, mint a jelenlegi kormányé, és akkor van értelme az együttműködésnek, mert visszatérhetünk az európai civilizáció főáramába. Az európai civilizációról beszélünk, májusban most már látjuk, hogy a Fidesz-KDNP-nek is van listája, ön is megindul a választásokon. Így van. Ugyan megint azt mondta, hogy a gömbjét otthon hagyta, meg lehet, hogy nincs is gömbje, mert a felesége, amikor megpucolta, már eltört. A gömböt. Mégis miről álmodik? Nem álmodunk semmiről. Álmodunk legfeljebb arról, hogy lesz egy élhető leányainkra, fiainkra, unokáinkra hagyható, fejlődő, felzárkózó, az egyén méltóságát tiszteletben tartó, hatékony Magyarország. Erről álmodunk. Ez az Európai Unió, amihez mi már csatlakoztunk, és ön vagy a pártjának a képviselője, ott szeretne képviselő lenni, vagy képviselők lenni, Isten tudja, hogy több számról beszélünk-e majd, vagy... Még nem tudjuk, hogy ki szeretne, egyről, ki nem szeretne. Tudják-e, hogy melyik pártcsaládba szeretnének lenni? Már a múltkor megbeszéltük, hogy a helyzet jelenleg cseppfolyós, változik. És egyre cseppfolyósabb. Igen, amennyiben ez a brit kilépés megvalósul, akkor valószínűleg az a pártcsalád, ahová korábban tartoztam, az megszűnik. Ez az Európai Konzervatívok és Reformerek csoportja volt. És akkor valószínűleg a liberális pártcsaládhoz érdemes tartozni. Ennek a léte pedig elsősorban attól fog függeni, hogy Emmanuel Macron, francia elnök, milyen programmal lép fel az európai parlamenti választásokon, mert mindenki őt várja, mint a messiást, ha már itten a messiásról beszélt. Hát igen, lehet, hogy a messiást várják, biztos, hogy eljön. De ő neki, hát hogyha legalább két savaszt, két szombatot megtartanak a zsidók egymás után, akkor például én minden esetre nekem úgy tűnik, hogy a messiás nem csak hogy nem jött, hanem nem is telefonált a héten, tehát a héten még nincs itt a messiás. Akkor eljutottunk ahhoz a ponthoz, hogy Párizs lángokba áll egy újabb terrortámadás, ami átmenetileg megszakította a sárga mellényesek utcára vonulását. Ön ért a gazdasághoz. Mibe kerül ez a francia népnek, ez a Párizs? Sokba, nagyon sokba. Főleg a pusztítás része, meg az, hogy nincsen értelmes kormányprogram, a kannibalizmus az a liberalizmus szerves része? Nem, ezt senki nem mondta. Akkor a párizsiak, illetve a franciák miért törnek, zúznak? Igen, szépen minden országban vannak olyan szélsőséges csoportok, amelyek kihasználják azokat a jogos tüntetéseket és demonstrációkat a maguk
önző egyéni politikai céljaikra, amellyel ezáltal sajnos bizony rombolják annak a jelentőségét és erejét. Franciaországban is ezt láthatjuk. Egyáltalán nem igaz az, hogy minden sárga mellényes terrorista lenne, vagy jobboldali, szélsőséges, zavargó, vagy éppen baloldali. Ez a törés-zúzás, ez semmiképpen nem elfogadható. Ebben a vonatkozásban abszolút egyetértek Emmanuel Macron francia elnökkel, aki azt mondta, hogy az erőszak nem lehet része a demokráciának. Az elmúlt napokban ugye több alkalommal tüntetőket láttunk az utcán, és a pártok sem voltak kitiltva. Erre a beszélgetésre készülve pár videóklipet megnéztem, és nem emlékszem, hogy láttam volna a MOMA zászlóját. Pedig ott voltak a zászlók, bizony, ott voltak. Ön szerint most az elcsöndesedés ideje van itt ünnepelni? Hát a következő két hétben biztosan, hogy aztán januárban mi lesz, ahhoz kellene a kristálygömb. Tehát akkor azt mondja, hogy mindahogy a háborúk idején tűzszünetet kérnek az ünnepekre, igen. Ön is ennek a híve? Abszolút. Így van. Egyértelműen. Kedves nézőim, az elmúlt órában, ilyen még nem volt a pirkadatban, évet értékeltünk nagyjából, de nem jutottunk a végére. Talán ezt még megtesszük a két ünnep között, vagy január elején. Bokros Lajossal, a CEU professzorával, aki nem csak a CEU professzora, hanem hallhattuk most, hogy Romániában, illetve az Erdély városában is egy egyetem vezető professzora. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt, nagyon kellemes ünnepeket. Viszont kívánom. Most gyorsan előzetesek, és következik a mindentől független híradónk, és a híradó után jövünk vissza. Lesz itt minden, tartsanak velünk.